Hölgyeim és uraim, nagy örömmel köszöntök mindenkit. Nem az első alkalom, hogy Hankis elemére emlékezünk, illetve az ő művét próbáljuk meg újra gondolni és talán folytatni valahogyan. Elemér nagyon nagy hatása volt. És ezt kell mondjam, nem csak Magyarországon, de nem érte el azt a hatást, amit tényleg megérdemelt volna sok szempontból úttört gondolkodása, és ezen szeretnék egy kicsit segíteni. Itthon is, de még inkább Európáról, egy külföldi világban, nem olyan világban. Szeretném megkérni a polgármester urat, akinek az egész városnak, az általa képviselt városnak nagyon sokat köszönhetünk, és ezt mindig élik elmondani, hogy befogadott minket ez a város egy olyan pillanatban, amikor gyakorlatilag máshol ez a fajta gondolkodás, ami elemét is jellemezte, és remélem, hogy minket is, a nyomdokaiban haladókat, nem igazán fogadtak be. Kőszeg városnak az első perctől fogva tetszett ez a szellemiség, annyira magát iskolavárosnak tartja, és ez nekem nagyon, nagyon fontos, mindig elmondom, hogy nagyon fontosnak tartom, egy több száz éves hagyomány, hogy Hankis Elemér az első könyvét, ami milyen filozófiai magaslatokban volt, az emberi kalandot, azt itt mutatta úgy be, hogy a filozófusoknak egy köre, akik még mindig fiatalok, de akkor nagyon fiatalok voltak, és Sümeg István és sokan mások, az Európa házban ültek és jegyzetelték, Elemér fejezetről fejezetre foglalta össze napokon keresztül. 1994-ben. Erről vannak fotók. Úgyhogy kőszegé az érdem, hogy itt vagyunk nagy részt, és polgármesternek átadnám a szót egy rövid bevezető meghallgatására. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindnyájukat. A Felsőfogó Tanulmányok Intézete Hankis központja által szervezett konferencián, és igen nagy öröm számomra, hogy kicsinke városunkban ilyen sokan ellátogattak a konferencia okán. Azt is el kell mondanom, ugyancsak nagy büszkeség töltött el, amikor tanulmányoztam a programját a konferenciának, hogy milyen széles annak a tudománynak a spektruma, amelynek a résztvevői eljöttek, és milyen neves előadók fognak itt a két napban előadni, illetve próbálják meg válaszolni azokat a ránk hagyott kérdéseket, amelyek foglalkoztatnak bennünket, illetve Elemért is foglalkoztatta. Én biztos vagyok benne, hölgyeim és uraim, hogy Hankis Elemér, ha látná a konferencia programját, akkor maga szerény módján rettentően örülne, és büszke lenne arra, hogy az általa elvetett gondolatmorzsák megtapadtak, és növekedésnek indultak. Ugyancsak örülni annak, hogy a ránk hagyott kérdésére mindenki a maga módján keresi a válaszokat. Aki ismerte, és itt sokan ismerték, tudja, hogy életének meghatározó momentuma volt a kíváncsiság. Kérdezett és rácsodálkozott a világra, nyitott szemmel járt és meghallgatott másokat. Játékos ember volt, ahogy emlegetik, egy eleven vibráló mester, aki természetes egyszerűséggel szólt mindannyiunkhoz. Én, hölgyeim és uraim, szerencsésnek érzem magam, hogy személyesen megismerhettem őt néhány évvel ezelőtt. Lénye azonnal megfogott engem. Minden szavában, mozdulatában könnyedséget, közvetlenséget éreztem, tehát ember közelinek éreztem, és azt mondhatom, hogy ebben az embertelen világban ez nagy dolog manapság, és ezért számomra sokat jelentett. Rendkívül közvetlen és szeretnivaló volt Elemér, de nyilván ezt önök sokan jobban tudják nálam is, akik jobban ismerték. Amikor én megismerkedtem vele és beszélgettünk, úgy éreztem, mintha már régóta ismernék egymást. Talán ez volt a legfontosabb a lényében, hogy könnyen megnyíltak neki az emberek, így én is. Mindenkivel tudott beszélgetni, legyen az az utcaegyszerű embere, vagy éppen egy amerikai professzor. Aki ismerte, az tudja, hogy beszélgetések során ő volt az, aki úgy kérdezett, hogy róla kérdezni már nem maradt idő. Egyszerűen a rendelkezésre álló idő elfogyott. Hálásak lehetünk neki, mert nagy tisztelettel volt városunk, Kőszeg városa iránt, sokat tett Kőszegért. Remélem, hogy méltó módon tudjuk, fogjuk majd ápolni hagyatékát a jövőben. Neki köszönhető, hogy több mint 20 évvel ezelőtt elkezdődhetett Kőszegen a nyári egyetemek sorozata, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy megalapozta ez már a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének a létrejöttét is. Hölgyeim és uraim,
rágondolva és körbenézve a teremben, azt hiszem, hogy megállapítható, hogy Elemér teljesítette küldetését. Felébresztette, vagy éppen megerősítette a mi és az utánunk jövő generációban a kíváncsiságot, és a gondolkodást, a megismerés iránti vágyat, és a felfedezés élményét. Övessük őt az útján, és járjunk mi is nyitott szemmel a világban. Legyünk kérdező emberek, beszélgessünk másokkal, ismerjük meg a világot, amiben élünk. Ne hagyjuk kihújni magunkban a gyermeki kíváncsiság lángját. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy idézzem Elemérnek talán a leginkább ismert idézetét, illetve hát véleményét önmagáról. Így szól, igen, tévelygek, keresem azt, ami új, amit még homály fed, ami fontos lehet, ami még élő, ami több, mint a ma adott és ismert. Igen, tévelygek, kalandozom, vagy akár csellengek. Játszom. Nem hiszem, nem vagyok elég gőgös ahhoz, hogy azt higgyem, megtaláltam az igazságot. És nem szorongok annyira, hogy görcsösen belekapaszkodjam, belecsimpaszkodjam abba a biztosnak remélt fogantyúba, amelyet egyszer már megragadtam. Így szólt az idézet, hölgyem és uraim, én azt kívánom önöknek, hogy Hankis Elemér gondolatmenetét követve a konferencián ne kapaszkodjanak a biztosnak hit fogantyúba, hanem tévelyegjenek, kalandozzanak és keressék az újat. Köszeg polgármestereként pedig azt kívánom még önöknek, és kérem is egyúttal, hogy ismerjék meg a várost, mint ahogy Elemér is megismerte. Köszeg városa szeretettel van mindig a ide látogatók iránt, akik érdeklődéssel jönnek a városba, és biztos vagyok benne, ha így tesznek, akkor önök is úgy járnak, mint Hankis Elemér, hogy meg is szeretik Kőszeg városát, és bízom benne, hogy a szívük csücskében marad, és a jövőben is ellátogatnak ide hozzánk. Ebben a reményben kívánok önöknek nagyon eredményes konferenciát és kellemes itt tartózkodást Kőszegen. Köszönöm a figyelmüket!